szűrte le a 14 ezres a 20 ezres várost. A kötélhúzás azonban csak az egyik versenyszám volt, amiben összemérhették erejüket és tudásukat a bonyhádiak a dombúváriakkal, a köztisztviselők napja alkalmából megszervezett közös programukon. Idén első alkalommal kerül sor erre a csapatépítő napra, itt Lengyelen, ahol a két nagy önkormányzat, a választókerület két legnagyobb településének önkormányzata, illetve azoknak a polgármesterei, munkatársai vesznek részt. Örülünk annak, hogy itt vannak a dombóváriak, itt vannak a bonyhádiak, és a bonyhádi közös hivatal kisebb települései is elég nagy számmal tudtak eljönni. A jó idő úgy gondolom, hogy kedvezett mindenkinek, és minden csapat más és más ételt készít, remélem azt, hogy nekem is szánnak egy-két falatot, úgyhogy szívesen jöttem ide. Bonyhád környéki települések nagyon szorosan együtt dolgozva, együtt munkálkodva képzelték el a jövőjüket, a célokat is együttesen szokták meghatározni, és ezért nagyon sokat tesznek közösen. A csapatépítő napra a lengyeli Aponyi Kastély parkjában került sor. Ez az első ilyen alkalom, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy néhány év kimaradt a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek az életéből, mert hogy néhány évig nem ünnepelték a köztisztviselői napot, ugyanis a jogszabályban ez már nem ünnepként szerepel. Ebben az évben viszont úgy döntöttünk nagy örömömre a dombovári közös önkormányzati hivatallal együtt, hogy együtt tartjuk, ismét megünnepeljük, és hát ilyen közösségépítő programokkal, főzéssel, jó hangulatban, kellemes környezetben töltjük ezt a mai napot. A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 10 település tartozik, és valamennyi településről itt vannak a polgármesterek is, illetve a közös hivatal dolgozói is. Mi 70-en jöttünk. A dombovári közös önkormányzati hivatal részéről pedig, ha jól tudom, 80-an, tehát 150 ember van itt. A bonyhádi delegáció 4 csapatot hozott létre, akik nem csak a dombováriakkal, de egymással is harcba szállhattak a különböző versenyszámokban. A város jegyzője úgy nyilatkozott, annyi mindennek van napja és világnapja, ennyi nekik is jár. Azt gondolom, hogy az önkormányzati szférában dolgozó köztisztviselők egy picit elfeledett csoporthoz tartoznak. Mi azonban fontosnak tartjuk, hogy azért ez a réteg is kapjon egy kis figyelmet és szeretetet, és azt gondolom, hogy a dolgozóink minden ilyesmit megérdemelnek, mert hogy egész évben a pandémia ellenére is végig komoly munkával töltötték az elmúlt évet, és egy picit meg kell, hogy emlékezzünk most róluk is, vagy meg kell, hogy pihenjünk, és egy kicsit kell egy ilyen nap is, ahol kötetlen formában közösen együtt ünnepelhetünk. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az amúgy szinte napi kapcsolatban lévő két hivatal dolgozói személyesen is megismerjék egymást. Lesz egy év, amikor lesz miről beszélni. Tehát azért itt olyan élmények keletkeztek, vagy olyan élményeket élhetünk meg, ami nekik is fontos, illetve érdekesség, hogy a dombovári kollégák, a bonyhádi kollégákkal telefonon tartják a kapcsolatot, de arcot nem tudnak mögöttük, és most itt az alkalom, hogy megismerkedjenek, és hogy voltam is ennek tanulja, hogy volt, aki kimondottan kereste azt a kollégát, akivel telefonon régóta tartja a kapcsolatot, de eddig nem ismerhette meg. Nagyon fontos, hogy a szakmai kapcsolatokban tudjuk segíteni egymást, és hogy Dombovár meg Bonyhád, számomra mindkettő fontos egyébként, ezt el kell, hogy mondjam, mert ugye én 5 évet Dombováron töltöttem, vagy hát ideig ott dolgoztam, és novembertől vagyok itt Bonyhádon, és számomra mindkét város fontos. Hagyományos várajai snicli készül. Régen a várajai lakodalmakban délben pörköltel, illetve ezzel az étellel fogadták a vendégeket. De készült emellett raguleves, csilis bab és grillt állak is. Azt még ma nem tudjuk, hogy ebből hagyomány lesz-e, vagy mindenki az elmúlt éveket követi, és azokat a hagyományokat, amit régebben szoktunk meg, hogy ilyenkor ezen a napon nincsen munka, köztisztviselő napon, hanem egy felszabadult csapatépítő jellegű programon vesznek részt a kollégák közösen. Nagyon jó hangulat van, ezt is látjátok, érzékelhetitek. Sok-sok munka van, hiába vagyunk a veszélyhelyzetnek, remélem, hogy most már a végén, és
sok minden folyamatosan felszabadul az életben, úgy a magánéletünkben, mint a munkahelyünkön is. A háttérben folyamatosan zajlott a munka, talán nem olyan látványosan, mint azt, ahogy megszoktuk egy önkormányzattól, egy hivataltól, hiszen az a rengeteg program rendezvény nem valósulhatott meg, amin egyébként egy önkormányzatot fémjelez és szervezi a város és a település életét, de az átajtók mögött és a háttérben pont maga a védekezés, az oltakozásban való részvétel, a szervezési munkák és minden más hivatali munka, a határidők minden ugyanúgy tartani kellett, mint hogyha nem lett volna veszélyhelyzet. Ezért különösen örülünk annak, hogy erre a napra sor került, hiszen egy picit mi is tudunk egy nagy mély levegőt venni, szusszanni, hogy holnaptól újra folytathassuk ezt a munkát, bízom benne, hogy most már könnyebb körülmények között.